Karcagváros egészségügyi és szociális szolgálatáért díjat Sánta Jánosné vehette át az ünnepi ülésen. Felkérem Sánta Jánosnét, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsöde Intézménye kisgyermeknevelőjét, hogy a kitüntetést és a virágot szíveskedjék átvenni polgármester úrtól. Sánta Jánosnéval beszélgettünk, aki a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsöde Intézményének a Széchenyi bölcsödéjében van, és egyébként intézményvezető helyettes kisgyermeknevelő. Karcagváros egészségügyi díját kapta meg ön is. Egyéniként, gyermeknevelőként szeretnék ehhez először is gratulálni. Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Milyen érzések jutottak most eszébe? Hát előtte gondolom azért készült rá, de most, amikor átvette a díjat, mit érzett? Hát most is ugyanúgy, mint mikor a levelet megkaptam, én nagyon meghatódtam, 33 éve dolgozom, és én soha nem éreztem azt, hogy ez egy, tehát hogy kimagaslóan dolgozom, vagy én minden nap ugyanolyan szeretettel, elhivatottsággal mentem dolgozni, és nagyon örültem, mikor megkaptam az értesítést róla, hogy díjat fogok kapni. 33 éve ebben a területen dolgozik, vagy előtte máshonnan, és akkor miért választotta ezt hivatásának? Teljesen véletlenül kerültem végül is kisgyermekekhez. Én ugye egészségügyi szakközépiskolát végeztem, és akkor úgy volt, hogy a kórházba fogok menni dolgozni, és az utolsó pillanatban szóltak, hogy mit szólnék hozzá, ha bölcsödében dolgoznék, és akkor kerültem igen ide, a Széchenyi Sugárútra, és 33 éve igen itt dolgozom. Akkor ez az első munkahelye. Akkor ott sok-sok minden történt már az elmúlt 3 évtized alatt, sok kisgyermek kikerült a kezek közül. Milyen érzés az első nap, amikor bekerül a gyerek, és az utolsó, amikor át kell adni az oviba? Az első nap az mindig, tehát az első napok az mindig izgalommal telik, hogy hogyan fogunk tudni összehangolódni. Az elválás pedig mindig nehéz. Minden egyes csoportnál, hiszen a szívünk köznőnek nagyon a kicsik. És hát az első lépésektől tényleg az óvodáig elkísérik. Gondolom, hogy azért a család is ön mögött áll ehhez, hogy ezt tudja csinálni, hiszen nem 8-tól 4-ig tartanak ezek a munkák. Igen, igen, ez teljes mértékben, tehát egy olyan nyugodt háttér is kell hozzá, ez így van. Ha akkor ezt a lehetőséget nem ajánlják föl, akkor most valószínűleg ugyanezen a szakmában marad, csak lehet, hogy a kórházban valamelyik osztályon. Igen, ez így van. Tehát biztosan az egészségügyben én nagyon oda szerettem volna, tehát oda készültem, csak akkor nem a kisgyermekek között, de az élet így hozta.